Eötvös József emlékplakettet adományozott a pedagógusok szakszervezete Kispest önkormányzatának. A díjat és oklevelet Szabó Zsuzsa a szervezet elnöke, és Sinkovics Pirigyi Katalina szervezet fővárosi elnöke adta át Vincek György alpolgármesternek. A szakszervezet példamutatónak és követendőnek nevezte az önkormányzat hozzáállását. A járványhelyzet alatt nagyon humánus magatartást tanúsítottak az intézményeikkel szemben. A PS-nek van két elnök helyettese, akiből az egyik matek szakos tanár volt, és nagyon szeret felméréseket, statisztikákat készíteni, és ő csinált egy ilyen kutatást, hogy az önkormányzatok miket tesznek a vírus helyzet alatt, és rájöttünk, hogy a mi önkormányzatunk rettentően jól áll a dolgokhoz. Nem voltak kényszerbezárások, nem voltak kényszerszabadságok, nem voltak olyan megkötések, hogy meghatározó, hogy kinek mit kell csinálni. Mindenkit felnőttként kezelt, önként vállalhatták a dolgozók, hogy éppen ügyeletet vállalnak egy intézményben, maszkot varnak, takarítanak, festenek, vagy bármi olyat tesznek, ami nekik jó. Aki beteg volt, krónikus beteg mehetett táppénzre, tehát nem volt probléma azzal, hogy át kell helyezni egyik embert a másik intézménybe, el kell küldeni, nem voltak ilyen gondok, és ez nagyon jó dolog volt mindenkinek, gyerekeknek, szülőknek, tehát nem okozott problémát senkinek. Vincek György alpolgármester elmondta, a munka folytatódik, bár már inkább a nevelésre, a fejlesztésekre szeretnének nagyobb figyelmet fordítani, nem a most is tomboló járványra. Megpróbáltuk a munkavállalóinkat, a gyermekeinket a legnagyobb mértékben megóvni a betegségektől, időben segítséget nyújtani, és a különböző járványügyi szabályok betartását elősegíteni, mert hogy ezek nem voltak gond nélküliek az országban. És talán példamutató az a operatív törzsi munka, ami Kispesten jellemző, hogy az intézmények éjjel-nappal tudnak kihez fordulni, segítséget kapnak, hogyha valamilyen beavatkozásra szükségük van. Jól ismerjük a járványügyi szabályokat, vannak olyan eszközeink, amelyeket segítségre tudunk ajánlani, illetve pénzügyileg teljesen előnyt élvezett mindvégig az, hogy az életmentés, a testi épségek megóvása, az, hogy egészséges környezet biztosítása az elsődleges volt, ez biztos, és erre minden forrást rendelkezésre állt, akkor is, hogyha mondjuk az önkormányzatok finanszírozása persze sok gonddal küzd, de ez elsődleges volt. És amint lehetett, a pedagógiai munka pedig folyt a járvány alatt is, tehát az óvodák nagy része üzemelni tudott, és mindeddig ezt a magas szintű védelmi készültséget fenntartottuk tartani. Szerintem ez volt, ami kiemelt a szakszervezet. Remélem ez így lesz továbbra is. Bár fordíthatnánk már nagyobb figyelmet egy normalizált életben a pedagógiai oktatásra, a fejlesztésekre, amelyre egyébként is büszkék lennénk, hogyha ezt normális szinten folytathatnánk a járvány nélkül. Az oktatásbarát önkormányzat második alkalommal érdemelte ki az elismerést, 2005-ben kapta meg először, nevelési oktatási intézményeinek színvonalos működtetéséért.